Minden gyermek biztonságban van, a madárember szerint. Oknyomoz az Origó. Nagy Feró pedig kinyilatkozta. Jesszi meg otthon hagyta az alufólia sisakját. Beszéljünk egy kicsit a tüntetésről, mert a héten még nem nagyon beszéltünk. Hát igen, olyan szinten érdekes, hogy ugye tegnap, amikor beszéltünk róla, akkor még csak pár órája volt kint. Most meg már látjuk, hogy így kicsit több mint 24 óra alatt mennyire érdekelte az embereket, mert azért ez nehéz volt előre megállapítani. Nekem voltak félelmeim, hogy hát nyilván bármit csinálunk, mindig az a félelmem, hogy nem nézik meg, nem érdekli az embereket, stb. De azért láthatóan sok újság megírta, meg sok tévé. Tegnap az RTL Klub híradóban is volt róla szó. Volt a, jól van ez így bevágva az RTL Klub híradóban, ez azért... Végre helyünkre került híradóban. Mondom, a Origo meg a TV2 azért nem annyira számolt belőle a dologról. Sajnos az Origon nem látható, igen. De szerencsére azért a kormánytól független sajtó, az foglalkozik a témával, lejött a Telexen is cikk, a 444-en is. Telexen több is talán. Igen. Volt egy, ami már interjúval kiegészítve volt. Igen, meg is kerestek minket. Meg akikkel itt összefutottunk, meg ilyen random emberekkel találkoztunk, ott is mindenki nagyon izgatott volt. Tehát reméljük, hogy ti is azok vagytok, mert én kurva izgatott. Ja, tegnap az ATV-n voltak. Edina meg a Zsolti. Te hol voltál reggel? Hát én most reggel az ATV-ben voltam. Várj, nem az ATV? ATV. Mi is ott voltunk. Mindkettő ATV-s? Igen. Azt hittem... Miért? Nem. Bár a Hír TV lett volna, de oda nem hívtak. Érdekes. Hír TV. Pedig állítólag ők beszámoltak róla. Úgyhogy ez bizakodásra ad okot, hogy úgy tűnik, hogy széles körbe terjed az információ, és tényleg fontos is lenne, hogy mindenki kijöjjön. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy hát nem tudom, hogy most ráérek, nem ének. Egy óra, érkez csak meg egy pont beszél, időben. Meg kell hallgatni. Megírtad már, bazzen? Hát lassan kész. Nem tudom még kiválasztani, hogy pontosan miről akarok beszélni. Vagy legalábbis még nem döntöttem el, úgyhogy én még nem vagyok teljesen kész ezzel. De most nem is ez a lényeg, bazd meg, miért erről beszélek? Hát, az a lényeg, azt akartam mondani, csak összezavartál. A lényeg az, hogy... A Funkadeliről fogsz beszélni? Igen, azt tudtátok, hogy megint működik az egység. Szóval mi is egy csomószor, vagy nem tudom, én legalábbis egy csomószor úgy voltam tüntetésekkel, hogy most nem tudom, kimenjek, most ott fogunk így lézengeni, meg nem tudom. Nem kell ilyen dolgokon bekengeni, csak kimegyünk, oda jöttük hatra, mondunk pár beszédet. Igazságbeszéd? Igazságbeszéd. Tehát nem az lesz, hogy 300 ember ott fog témferegni, meg nem tudom. Ez már most... 400 is lesz. Lehet, hogy 400 lesz. Úgyhogy legalábbis az biztos, hogy hasonlóan gondolkodó emberekkel fogtok tudni találkozni, legalábbis ez ügyben hasonlóan gondolkodó emberekkel. Lehet, hogy kéne ilyen karszalagot osztani, hogy szingli, meg nem szingli. Az felfuttatna. Nagyon sok indokot tudunk találni azért, hogy miért nem menjünk ki, meg miért ne álljunk ki valamelyik ügy mellett, viszont nagyon jó lenne, hogyha elég lenne csak ez az egy indok, hogy miért álljunk ki, az pedig az, hogy szeretnénk egy jobb országba élni, ahol a gyerekeket nem lehet csak úgy megerőszakolni, meg a rendszerek nem úgy néznek ki, hogy mindenféle szörnyetegek bekerülhetnek a rendszerbe, és aztán évtizedeken keresztül ott működhetnek. A Judit ma megint olvasott föl nekem a levelekből, amiket kaptunk áldozatoktól, és amúgy azt hittem, hogy megőrül. Olyan nyomasztó volt, hogy azt hittem, hogy elhányom magam. Borzalmas. Mindegy, nem meg csak most kaptunk fogunk, egy plusz infót, ami csak ilyen kis apró kiegészítés. 1300 forint ér van egy gyerek étkeztetésre, reggeli ebéd vacsorával együtt, egy ilyen intézményben. Állítja egy informátorunk. Ami nem sok. Nem tudom, voltatok mostanában boltba, de biztos nehezen hozzák ki ezt a dolgot, és ugye elméletileg ugye adakozni nem lehet ezeknek az intézményeknek, mert az állam nem ismeri, hogy bármi probléma lenne, úgyhogy ha adakozni akartok, akkor nem tudom, hogy kell. Sikátorokban. Úgy, mint régen a kórházba, ugye, hogy be kellett lopni a tévéket az embernek, aki tévéket akart adományozni a várótermekbe, meg a WC-papírt be kellett csempészni. Ugyanez van, ilyen kommandókat kéne kialakítani, akik belopnak ételt. Igen, mert hivatalosan ugye minden rendben van, úgyhogy semmire nincs szükség. Mi meg akarod sérteni őket, hogy alamizsnát viszel oda az éhezőknek? Mondjuk 1300 forintban amúgy nagyon sok répa kijön, mondjuk, nem? Nagyon sok nem. Vagy krumpli. Krumpli már lehetett. Mondjuk kijön. Lehet, hogy kijön. De igen, már amikor vacsorára is ezt teszed, akkor már kicsit. Egész héten. Igen. De azt lehet amúgy variálni, mert lehet enni főzve, sütve, meg mégis nyersen is megeheted. Tudod, milyen ki 1300 forintból? És akkor azzal jól is kell, hogy lakjanak egy Starbucks-os kávé.
Miért nem azt veszik? Igen. Miért nem minden gyerek egy Starbucks-os kávét kap egész napra? Volt. Mostanság azért elég sok tüntetés zajlik az országban, meg főleg a fővárosban ezt. Talán ti is észrevettétek, a Gyurcsány is szervez vasárnapra talán tüntetés. Nem, az nem jövő héten lesz? Én úgy tudom, hogy most. Márki-Zay Péter is szervezett, gondolom a Momentum is. Most a Márki-Zay viszont lemondta a saját tüntetését, és arra szorgalmazza azokat, akik kimentek volna erre, hogy inkább a miénkre jöjjenek. Persze párzászlók és mindenféle pártogók nélkül. És ezt kiemelte Márki-Zay is. És ő is kiemelte, igen. Úgyhogy ha nekik sikerülni fog, akkor remélem a többi pártnak is sikerül, hogy jó, nem lehet megtiltani, hogy emberek eljöjjenek. Nyilván civilbe bárki eljöjjön, de a pártzászlókat hagyjátok légyszíves otthon. Ezt szerintem azért meg lehet érteni. Mert hogyha elkezdtek ott pártzászlókat lógatni, az a saját pártotokra hoztok szégyen. Egyénként mindenkit nagyon szívesen látunk. Orbán Viktortól Gyurcsány Ferencen át bárkiig, aki el akar jönni, bár jó, mondjuk ez nem baj, hogyha ők nem jönnek. De pártogó az viszont ne legyen sehol. És csak azt akartam mondani, hogy nagyon jó, hogy Márki-Zay lemondta a tüntetését. Már csak a Gyurcsánynak kell lemondania. Csak nem a tüntetésén. Ezt majd ezt a kedves már... néző döntse. Te ezt vártad, hogy elmondtad? Akkor is a háttérből ő irányítva, te is tudod. Ja, itt a Telexes cikk, te hosszabb mondan. Edinával is volt egy hosszabb 444 interjú, azt is meg lehet nézni. Az RTL Klub is beszámolt, ezt meg nézzük. Igen, itt vagyunk az RTL Híradóban. Nézzük hogy... már meg, azért ritkán vagyunk az RTL Híradóban. Nem vagyunk nagyon gyakran az RTL Híradóba, és félek, hogy máskor valami mással kerülnénk be. Nem. Mivel? Valami balhé? Balesettel. Azon nincs igazad. Breaking news. Csak egy hülyeséget beszélt, még sosem fordult elő ilyen a... Igen, az óriási breaking news ennek. Az elmúlt napokban nem csak közéleti szereplők, de Magyarország legismertebb tartalomgyártói is megszólaltak a bicskei igazgató helyettes kegyelmi ügyének kapcsán. Felháborodtunk. Azok mi vagyunk a tévébe? Olyan én már! Ez az! Kilépnek az online térből, és odakint most szörnyek járnak címen szerveznek demonstrációt a Hősök terére. Úgy gondolják, a problémát nem oldotta meg a kegyelmet adó Novák Katalin és az azt ellenjegyző Varga Judit lemondása. Bedögték őket a busz alá, köszönjük. Végre az RTL Klubban szólsz, mint a híradó. Híradó helyett szólsz a híradóban. Minden nap ezt kell csinálni, mint a szegény. Jól van ez így. Igen. Ők is felelősek. Miatt függetlenül nem érezzük úgy, hogy ezzel megoldódott volna a kiszolgáltatott gyerekeknek a sorsa. A pénteki megmozdulás célja párbeszéd kezdeményezése a gyermekvédelem rendszer szintű ez a bicskei gyermek problémáiról. Az egyik szervező Osváth Zsolt szerint az eddig példátlan összefogással és követőbázisukkal akár nem várt hatást is elérhetnek. Zsolt nyilatkozott hosszabban is a saját élményeiről, az kemény. Van egy ilyen 6 perces videó az RTL-en. Van belőle érdekünk, az érdekünk pedig az, hogy a gyerekek és maga a gyermekvédelemnek csúfolt rendszer, azt egy kicsit megrázzuk. Azt mondja, a történtek sok érintettben feltépték a sebeket, mivel maga is állami gondozott gyerekként nőtt fel, személyes élménye van arról, milyen visszaélések történnek egy intézmény falain belül. Kapcsolatban voltam valakivel az intézetben, aki aztán beleszeretett az egyik nevelőnkbe, kvázi az én nevelőm őt elcsábította. Én, amikor ezt jeleztem az igazgatónak, hogy egy növendék és nevelő között kapcsolat áll fent, akkor azt mondták, hogy én bolond vagyok. Ezt levágták, hogy nem csak az, hogy bolond, hanem hogy be is zárták a pszichiátriára. Nem azt mondták, hogy jaj, te bolondozol, hanem rázárták a kulcsot. Az államot nem érdekli a sorsuk. Bennünket kell, hogy érdekeljen. A pénteki demonstráció szervezői hangsúlyozzák, a civil kezdeményezés pártpolitikától mentes. A résztvevőket arra kérik, ne vigyenek magukkal pártlogóval ellátott kellékeket. Korrekt összefoglaló volt szerintem. Ja. Vajon az Origo meg a TV2 is ilyen korrekt összefoglalót csinált erről? Nem teljesen biztos, hogy az Origo beszámolt erről. Lehet, hogy nem. De hát figyelj, azért ezt nem kell magunkra venni. A Nováknak a balhéja se volt annyira fontos, hogy beszámoljanak, akkor tényleg mi mit akarunk? Mint a hallott róla, Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott a bicskei pedofil igazgatót segítő férfinek, le kéne mondania Novák Katalinnak, hát itt még mindig úgy érezték a kormánypárt nagy része, hogy ezt nem kell. Mint hogyha valami más információ jutott volna el a párt nélküliekhez, mint a kormánypártiakhoz. Kicsit, de lehet, hogy csak elfogultak. Úgy tűnik. Nem? Amúgy az is lehet. És várja, az érdekes, mondjuk a párt nélküli, ők is az 77%, igen, teljes népességben 75% szerint le kell mondania.
Tehát akkor ezt nem tudták hova húzni, bazzeg az Orbáné. Ez már több mint kétharmad, ezt ők is értik. 20% állította, hogy semennyit sem beszéltek az ügyről, vagy nem is ismerte azt. De az ellenzékiek körében csak 13% nem hallott róla. Ez viszont akkor azt jelenti, hogy a kormánypártiak között egy nagyobb százalék nem hallott róla, valószínűleg 30 körül. Sajnos nem derül ki, de hát ez egy érdekes téma, mert ugye nem annyira erről beszélt. Hát érdekesen kezelték, mert először elkezdték mosdatni, hogy azért nem is csinált semmit, azt máig vannak, akik ezt osztják. Ezt az embert mosdatni, ez egy más szint volt, mindegy, ezt is megpróbálták, nem sikerült, és aztán így idő után az volt a kedvencem, hogy a Bayer az élen, ugye számon kérték, akkor már tudták, hogy itt ez oké. Bayer írt egy cikket, hogy akkor mondja el, mi volt az oka ennek a kegyelemnek, és aztán lemondott, nem mondta el, mi az oka, és azóta már nem is olyan fontos, már nem kell. Most már nem érdekel senki. Már más dolgokról kell beszélni. Na, más dolgok fontosak. Most már megbánta. Ja, várjuk Bayer Zsoltot is a tüntetésen, mert lehet, hogy még vannak itt felderítetlen részletek. Viszont nem ért mindenki egyet abban, hogy vannak itt még részletek, amiket érdemes lenne felderíteni. Valaki azt gondolja, figyelj, hogy itt már én dicséretnek veszem, hogy ránk szállt a Megafon. Ilyen hamar. A Patriot, a Megafon ránk szállt. Azt mondom, hogy onnan tudod, hogy sok embert megmozgat, mert amúgy nem biztos, hogy ráállították volna, mert én nem hiszek abban, hogy a negatív reklám is reklám, ezt szerintem mindenki mondja, nyugtatja magát vele, de nem. A negatív reklám rengetegszer nem jó reklám. De ha a Megafonosok szídnak, abban azért, azért jó reklám. Figyelj, ez nekünk jó reklám, bárki másnak nem biztos, hogy jó reklám lenne, de hát talán nézzük meg, hogy mit mondana. Mondom, rólunk semmit, mert nem mi vagyunk itt a nagy húzó neve. Nézzük, mit mond a öreg Szarvas Szilveszter. Aki, hát olyan szomorú lehet neki, lefokozták én ezért beszélő fejé. Soha nem fog egy Rákai Filippi útra állni már szegény Szilveszter. Visszaküldték a gyerekekhez. Influencerei, akik évek óta legalpári módon támadják a magyar gyermekvédelmi törvényt. Pride influencerei. Ez mit jelent? Hát ők is voltak. Szóval itt most bevágták a Marcit, hogy a Pride-on. Mint hogyha akkor a Szarvas Szilveszter nem ugyanott dolgozott volna. És fullba tolják a gender contentet, most azt próbálják nekünk. Hát arról valahogy nincs bevágás. Érdekes. Na mindegy. Hogy ők a magyar gyermekekért aggódnak. Még egy tüntetést is szerveznek, ami természetesen megint civil mázba csomagoltak. Azt nézted ezt a kameramozgást? Operatőrök és a vágók a Megafonnál nagyon ügyesek. Kíváncsi vagyok, van-e, aki közben így végtelen kint érez, hogy ezt kell csinálnia, vagy ők ezt meggyőződésből csinálják, mert tényleg ügyesek a vágóik amúgy. Amúgy hozzánk lehet pályamunkának beadni ilyen videókat is nyugodtan. Igen. Hogyha akartok egy rendes helyen dolgozni. Lehet, hogy ott jobban megfizetik őket. Amúgy nem hiszem, hogy a vágókat fizetik meg jól. Azt hallottam, hogy azt sütymarogták, hogy a Pesti TV-nél is ott inkább el lett pakolva a pénz, és nem pedig fel lett használva, és hát ezért miből lett bezárva. Miből van, hogy a Száros Szilveszternek ez a szép kabátja? Hát a mi pénzünkből. Fontosnak tartjuk, hogy civil emberként felemeljük a hangunkat. Na nézzük ezeket a civileket, akik most tüntetnek a gyerekekért. Nézz, ilyen vidám. Szóval a Szilveszter mindig mosolyog. Igen, hát szerintem én meggyőző. Nem tud más csinálni. Bújás Márton. Na, nála nagyobb civil tényleg nincs. Tehát amikor bejön hozzám a Péter, független attól, hogy igen, én rászavaztam. Osvágy Zsolt. Most ez megcáfolta a civilségét? Igen. Hogy valakire szavazott? Hát, tudják, mit jelent az, hogy civil? A civilségét biztos, hogy nem. Amúgy a civilek, azok gyakran szavaznak. Igen, a civilek szoktak szavazni. És gondoltad volna, hogy a Marci nem a Fideszre szavazott? Sose gondoltam volna. De azzal, hogy ezt ki is mondta, már nem civil. Hát, pedig azt hittem, hogy a Marci a Fideszre szavazott, hogy a mi hazánkra. De hát nem gondoltam volna. Hát sokkolt. Hát tudtam volna ezt, nem hívom meg a műsorba, bazzeg. Megint rosszul állsz hozzá, mert az alaptézis, Ádám, az, hogy vannak emberek, akik velünk vannak, és vannak emberek, akik ellenünk vannak. Ennyi a lényeg. Aki ellenünk van, az mindenki egy nemzetelveszejtő, hazaáruló, rohadt globalista, sorosbérenc ügynök. Mindenki, aki szavazott valaha, már nem civil. Nem, bocs, aki elmondta valakinek, hogy mire szavazott. Nem tudom, már nehéz. Nem, aki Telex interjúban mondta. Ja, igen. Nézzük, az Osvágy Zsolt mitől nem civil. Azért többször volt már egy kanapén Gyurcsány Ferenccel. És itt ül Az Orbánról is van ám felvétel, amikor beszélget a Ferivel. Így van. Tudtad? De a Zsolti meghívott Pesti tévéseket is, meg... Ugyanazon a kanapén ültek, mint a Feri, és nem kezdett el füstölni a nadrágjuk. De a pesti srácokhoz is meghívtak ellenzéki politikusokat. Volt benne Gulyás Marci. Akkor... Egy követ. Én már nem tudom ezt követni, mert hogyha a Zsolti egy kanapén ült a Gyurcsány Ferivel, egy videós, aki riportokat csinál, vagy bulvárriportokat, egy kanapén ült valakivel, akkor onnantól nem civil? Akkor senki se civil, aki valaha riportot készített?
Nem. Én ezt nem értem, mert nehéz ezt követni, baznak tényleg. Gyurcsány Ferenc, hello! Szia! És a kedvencem Potyondi Edina. Na ő akkora civil, hogy konkrétan momentumos politikusnak állt, és egy időben Donát Anna tanácsadója volt. Mi az, hogy momentumos politikusnak állt? Hát momentumos politikus volt. Azt, igen, annó volt tanácsadó egy nagyon rövid ideig, és már nem. És akkor már ő se lesz soha civil, többé. Nem, többet nem. De viszont aki kommunista ügynök volt, mondjuk. Az még, más. Az lehet még nem kommunista. Lehet, ügynek. Hogy még ott van a levéltárban, úgyhogy eddig mi lenne, ha befognád a pofádat? Bocsi. Hát az őrne, óriási. Konkrétan ennyire gyermekkompatibilisek. Ehelyett úgy megbasztott. Az van, hogy a dolog. Ez volt az érvük, hogy nem aggódhat az Edina a gyerekekért, mert káromkodott egy videóban. Fú, bazeg, azért itt vannak logikai ugrások, bazeg, mert... Fájhat a térde a szarvas Szilveszternek. Igen. Ez sikerült, hogy Edinával bevágni, hogy káromkodott, szóval nem gondolhat a gyerekekre, vagy nem védheti őket. A gyermekvédelem mellett miért csak kéne... az alma együttes szólalhat fel. De tényleg, miért kéne, hogy azért, hogy felszüljek a gyermekek mellett, gyermekbarát tartalmakat csinálnom? Kész. Ez van, Ádám mostantól. Csak a Halász Judit lesz ott a tüntetésen, meg az alma együttes? Igen. De vagy... lehet, hogy felnőtteknek szól ez? A felnőttektől várjuk, hogy megvigyék a gyerekeket, és nem a gyerekektől? Én nem tudom, csak tippelek. Adj erőd, baszlán. Szerintem a gyerekeknek kéne ezt tudni. Döntést meghozni. A gyerekeknek kell szavazniuk, csak hát ugye meg kell várni, míg felnőnek. Addig sajnos ezzel nem lehet. De Jesse-nél meg a Bayernnél sose szokták ezt felhozni valahogy. Hogy a gyermekekért aggódik hát, a Bayernről. Hát meg, hogy káromkodna. Érdekes. Lehet, hogy itt valami kettős mérce lehet. Igen. Na mindegy, hát most már akkor sajnos gyermektartalmat kell gyártanunk. Igen. Úgyhogy be kell öltöznünk Bókembernek és Elzának, és szart szétkenni az arcunkon. Ez az egyetem módja most már. A téma is okafogyottá vált. De gyurcsányék nem hagyják ennyiben a dolgot. Bocsánat, ezt tekerd vissza. Ezt nem lehet tekerni a sortoknál. Miért? Micsoda szar? Momentumot tünci, akkor jön az influenceres tünci. Gyurcsány, hogy kötött össze? Mert az egész videóban nem sikerült bekötni sehogy a gyurcsány. Ja, ott volt a Zsoltinál kanapén. Ja, nem láttad? De az, hogy Szarvas Szilveszter szerint ez már okafogyott, már nincsen ennek semmi értelme, semmi tétje. Szarvas Szilveszter szerint minden rendben van Magyarországon a gyerekekkel. Senkit nem zaklatnak már. Nem, ennél nem lehet többet tenni. Sajnáljuk. Köszönjük Szarvas Szilveszter, hogy ezt a vállalhatatlan véleményt felvállaltad. Ez nagyon jól fog öregedni. Ezt reméljük, hogy soha senki nem felejti el Szarvas Szilveszter. Amikor bármi kiderül még. A Szarvas Szilveszter megnézte az occokat, és arra fogadott, hogy nem fog már történni. Nem úgy van, hogy mondjuk most véletlenül egy gyilkost engedett volna szabadon a Novák Kati, de a Novák Kati lemond, akkor azt mondják, hogy hát mostantól nem lesz gyilkosság. Igaz, a gyilkos továbbra is szabad lábon van, de a Novák Kati lemondott, úgyhogy többet nem lesz gyilkosság. Ez a mondásuk most konkrétan. De nehéz ezeket a logikai ugrásokat amúgy is követni ezekben a videókban. Szarvas Szilveszter magára hagyta a gyerekeket. Én nem tudom, hogy tőle ezt így kikövetelték, de biztos mondhatott volna nemet, hogy azt mondja, hogy figyelj, az szerintem vétetettem, hogy azt mondjuk, hogy most már itt semmit nem kell csinálni. Nem lehet azt mondani, hogy okafogyott. Ez a tüntetés, hanem csak mondjuk ne beszéljünk róla, jó, és akkor majd elül. Tudom, hogy itt ennek a politikai pártnak vagyok a dekötel, vagy csak az elkötelezett híve, de talán ezt most mégse szeretném mondani, hogy itt már minden megvan oldva, és most már senkit nem fog semmilyen undorító, büdös féreg megfogdosni. De nem, Szarvas Szilveszter úgy döntött, hogy azt mondja, hogy okafogyott. Már minden megoldódott. Ezt a gyalázatot. De ezt nem is értem, hogy hogy lehet ilyeneket felvállalni. Amúgy szerintem nagyon vicces a megafon vergődése, meg ez, hát ez ugyanaz, patrióta megafon egy kutya, de hogy most az egész vergődik, és érdekes, hogy kezelik ezt az egészet, hogy nem tudják, hogy kezelni, hogy valakik nem a politikai térből jönnek, és muszáj rögtön összeköpködni őket, és rögtön mindent mögé látni. Rogán, tudom, hogy úgy is néz, vagy valaki néz most a Rogánétól minket, és szevasztok. Ha valamikor, akkor most biztos, hogy néznek, és erre vagytok büszkék, baznak, ezért a kinevelt 10-15 megafonosra, akit lófasz se érdekelnek, hogy nem pénzetek, szóval egy napja van kint ez a tüntetés, látható, hogy mekkora érdeklődés van rá, és hány ember azonál vele. Ilyenkor azért érzitek a különbséget azok között, akik mondjuk organikusan kialakulnak, valós közönséggel rendelkeznek, és a között, akiket az adófizetők pénzéből mesterségesen kitenyésztünk, érzitek a különbséget, a minőségbeli különbséget ilyenkor, hogy na vajon melyik az, aki több embert meg tud mozgatni, hogyha valós dologról van szó. Azért szerintem legkésőbb ilyenkor azért érezni kéne, hogy bazd meg, hogyha 6 megafonos kiállt volna, hogy kihívjanak embereket, nem tudom, mi lett volna. Hát az a nyugdíjas csorda lett volna ott, akit oda buszoztatna. Miközben ugye az Origo megírja az Apátiról, hogy a egyik legnagyobb magyar influencer. Legsikeresebb. É,
édes Krisztusom. Ez az átka, hogyha nem tudsz őszinte lenni, akkor nem tudsz őszintén építeni egy bázist, akikkel egyetérthetsz. Hogyha organikusan próbáltatok volna felépíteni influencereket, akkor lehet, hogy őket nem lehetett volna erre a pofátlanságra rávenni, amire nem lehet, a szar vagy szilveszter. Az egy dolog, hogy nem lehetett volna őket irinyire nyitani, de hát pont ez lenne a szép, hogy organikusan nem lehet felépíteni hátulról. Pont az organikusságnak az a lényeg, hogy nem ők nyomatják őket. De támogathattak volna néhányat, csak ahhoz az a gond, hogy ugye kéne valami mondás, kéne valami, amiben hisznek. Meg hogyha nem az van, hogy minden tartalmatokat megmondjuk, és aztán hirdetjük, akkor igazából ők, nekik nem kell gondolkozni, de valaki, aki meg organikusan épülnek, gondolkozni kell, hogy na most, hogy lehetne szórakozható, hogy lehetne ez érdekes, de ilyeneken nem kell gondolkozni így. Nézzük még, még egy kivénhet fiatalos, ennél nincs jobb minőségben, vagy nem is érdemel jobb minőséget ez az egész. Igazadunk a Hír TV minőségéhez, tessék. Inkább a megszólaló minőségéhez. Hintetés, megmozdulás, az inkább tűncike volt, mert elbénázták, balfaszul csinálták, ilyen noárok, meg ilyenek léptek fel, akik nagyjából senkit nem érdekelnek, azt az 5000 nagyon kemény állam fröccsögő kormány ellenest mindenhova. Ő a fiatalos, Jesszi? Ő a fiatalokat szólítja meg? Ő egy fiatal ember. Mennyire jól céloznak a fiatalokra, amikor a Hír TV-ben a Jesszivel próbálják a fiatalokat. Igen, te meg én, akik már kiöregszünk ebből a szénából, a csattogos repkét toltuk, amikor a Jesszi már ellopta a DJ szakmát. Na nézzük, mi a nagy megfejtése? Most itt az árja miatt, leginkább miatt az árja. Hát, egy fiatal. Töltőtáborra rendelkeznek, de az árjára, hogyha őt egy pár számot előad, 20-30 ezer ember alsó hangon kín lesz a hős. Most szólunk, hogy nem lesz koncert. Nem lesz koncert. Ez nem egy koncert. Jesszi, neked is szólok, a nézőknek is, hogy nem az Aria koncert lesz. Itt beszédek lesznek. Nem is fog mindenki beszédet mondani amúgy, csak páran, aki akart. Nem lett senki rákényszerítve. Senki se koncertért jöjjön. Itt nem azért állunk ki. Nyilván csomóan aláírják még, egy csomóan attól még nem fognak a színpadon lenni, nem fognak, lehet, hogy ott lesznek a tömegben, lehet, hogy nem, de attól itt nem az a lényeg, hogy most ki az, aki majd ott mond valamit, hanem az, hogy ez egy közös kiállás. Nem a koncert a lényeg, Jesszi, hidd el, és nem is lett úgy meghirdetve, szóval nem tudom ezt, Jesszi. Azért, mert nincs koncert, de nem sikerült elolvasni a cikkeket se, úgy látom, meg nem sikerült túlságosan tájékozódni a Jesszinek ezzel kapcsolatban, mert lehet, hogy tudna, hogy az amúgy nincs az országban. El kellett menekülni. Üldözted, Jesszi! Mert nem véletlen este 6-kor, mert a gyerekek már ugye nincsenek iskolában, tehát ráérnek. Ja, ezért este 6-kor, mert mikor kellett volna szervezni? Hajnal 2-re, vagy délelőtt 10 órára, amikor mindenket, azt szeretném, hogy minél többen ott legyenek. Így voltam úgy valószínűleg 2006-ban is, nem? Október 23-án úgy volt megkérdetve, hogy hát 23-a, hát nincsenek az iskolában a gyerekek, Jesszi. Akkor most mi van? Édes Isten, bazd meg. Na itt is a fájó térde a Jesszinek. Akkor már sötétedik, vagy már sötét is van, megtöltik a teret, az Andrássy utat is elég rendesen meg fogják tölteni, és a félhomályban nem fog látszani, hogy mennyi a gyerek, mennyi a felnőtt. Azt a kurva, azért ez összerakta. Többet gondolt ebbe bele, mint mi összesen szerintem. Így gondolkoztunk, vagy nem tudom, hogy hogy volt ez, hogy mikor lenne a legjobb, és gondolom elég logikusnak tűnik a... Ja, valaki mondta, hogy este hat. Jó. Valaki, az első ember, aki kimondta, valószínűleg többinek nem volt kedve ezzel vitatkozni, mert most... Az, emlékszem, amikor elkezdtük szervezni, és akkor így gondolkodtunk, mikor lehet a legjobban elrejteni. Úgyhogy hogy a gyerekeket, igen, elrejtjük. Honnan és... süt a nap? A lemenő nap? Nem úgy volt, hogy valaki azt mondta, legyen 4. Nem, hát akkor még nem rejtél a sötétség a gyerekeket. És mi akkor... van, ha valakinek 8. órája van? Geci, nagyon jó meznek, tényleg elhiszi, hogy ilyenek lenne. Ott fönn lesznek a telefonok, másnap reggel a New York Times címlapján lesz az egész történet. Én azt örülnék, ha a New York Times címlapján lenne, az is lenne, hogyha az Origo címlapján lenne. Jesszi, engem nem érdekel, hogy ki hozza le, csak beszéljünk róla. Jó, mert itt tényleg valódi problémák vannak. Tudom, hogy te nem találkozol ezzel. A valódi problémád az csak az, hogy hogyan tudj megfelelni minél jobban a mafiádnak, amit szeretnél kiszolgálni. Csak nekünk van egy más dolog, ami fontos még ezen kívül, sőt, ez elé kerül. Csatlakozz te is, gyere ki a tüncikére. Tehát eleve úgy keretezik már, hogy pedofil ügy, mint hogyha erről lenne szó, hogy pedofilnak adott volna kegyelmet, meg Orbán Viktor, pedofil. New York Times interjú, tehát egy szexuális bo- Nem erről volt, hogy pedofilnak adott kegyelmet. Mindegy, a New York Times tényleg rosszul hozta le. Így van, és már ezt a narratívát tolják, hát hol? Ja, hát akkor ez a mi hibánk, hogy a New York Times rosszul hozta le. Ádám, bazd meg, jól kellett volna átadni az infókat. Igen. A jelentésben. Szóval reggel kint lesz a New York Times címlapján, és azért mondom, hogy az eddigieket ez baf
faszul csinálták, ezt most olyan profin csinálják. Annyira jó, hogy így ezt mossa. Az eddigieket nem mit csináltuk, semmi közünk nem volt, ott se voltam amúgy eddigieken. Miért volt balfasz az a tüntetés, ami után lemondott a Novákat? Mondjuk az is egy érdekes kérdés, igen. De hát jó, köszönjük a dicséretet, Jesszi, hogy nagyon ügyesek vagyunk, átadjuk Edinának is. Hogy ha nem a CIA van mögötte, akkor az UFO-k. CIA. Értem. Tudod, mi történt? Ez amúgy nagyon tanulságos a Jesszi hozzá ezt az összeesküvés elméletet, és nagyon érdekes látni a másik oldalon, hogy így viszonylag spontán összeszerveződött egy ilyen, az Edina indította az egészet, és aztán mi már ismerjük egymást, nem tudom, feltűnt, de szimpatizálunk egymással, akár a Zsoltivékkal, Edinákkal, Marciékkal, a lányokkal, mindenkivel, közös műsorinkos voltak meg ilyenek, szóval azért ez nem volt nagy titok, és akkor így meg lett beszélve, hogy jó, akkor nyomjunk valamit, és aztán így ki lett találva. Amúgy egy kicsit azért nem volt egyszerű, mert nem mindenben értettünk egyet, de aztán egyszer összeültük, leszúrtuk a szöveget, leszúrtuk, hogy mikor legyen, kiszervezi, nem volt itt semmi csoda amúgy. Amitől úgy tűnik, hogy ez valami... Szóval mitől tűnik úgy, hogy a CIA? Egyszerre kiraktunk egy Instagram posztot. CIA. A Judit megszerkesztette a plakátot, meg kettő képet ugye megcsináltunk, a Judit, és megbeszéltük, hogy egyszerre kirakjuk. Azért ehhez talán nem kellett a CIA. És nem sikerült egyszerre kiraknunk. Az igen, nem, mert a Zsolti nem tudott időben felkelni, vagy felkelni. De én kiraktam időben, mert sikerült beidőzítenem, de a Zsolti nem tudta. Látod, ennyire CIA-t csinálta, hogy a Zsolti, hiába magyaráztuk el, hogy kell Instagram posztot időzíteni, nem tudta, hogy fölkelt azért, hogy kirakja. Én meg lefeküdtem aludni, hogy majd fölkeljek, hogy kirakjam, én fölkeltem, és később keltem föl. Hát az a CIA. A CIA abban se tudott nekünk segíteni, báznak, hogy legalább tudjuk, hogy kell Instagram posztot időzíteni. Kösz CIA, kösz UFO-k. Sajtónak ki lett küldve a Zsolti által, ő ért ezekhez. Szóval hogy lehet belelátni abba, hogy tényleg kiraktunk pár Instagram posztot? Van egy Facebook esemény. Hősök terén belet jelentve. Ja, egy Facebook eseményt is létrehoztunk. Leírásban. Meg nyilván egy csomót szervezkednek a háttérben, hogy az ilyen technikai dolgok... A CIA? Hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy tudod, a rendőrségre be kell menni bejelenteni, stb. Meg ilyenek, meg kellenek ott önkéntesek. De hogy szerintem attól, hogy ekkora érdeklődésre tesz számot, az nem kellett a CIA-hoz, hanem az az eddigi munka kellett ahhoz, hogy a Zsolti, az Edina, a Marciék, mindenki felépítsen egy követő tábort, akiket ez érdekel. Az másik, hogy azért a kormány is tett most azért, hogy azért az indulatok egy kicsit felkorbácsolódjanak, de nem értem, hogy azt mondja, hogy milyen profim van, mi a profim? Ugyanúgy meg lett hirdetve, ez kész. Hát jó, de a Jesszi az odáig lát el, hogy így elhívják valahova, mondjuk egy ilyen szípekre, vagy nem tudom, hogy elhívják-e még ilyen helyekre, de elhívják egy tagállami milliárdokból megszervezett dologra, és akkor ő ezt úgy képzeli, hogy emberek vagy úgy mozdulnak meg, hogy több milliárd forint mozdul, és az így viszi magával az embereket. Hát én igazából csak így. Csak hogy ez a CIA milliárdja, vagy a magyar állami, ez a kérdés. Csak olyan vicces, hogy látod, hogy nyilván sok szervezés van benne, de igazából sok szervezés van egy, mondok valami hülyeséget, hogy koncert. Egy koncertbe, vagy egy nagy szülinapi buliba is, csak ez 100 000-szer annyi emberhez ért el, azáltal, hogy mindenkinek rengeteg követője van, érted? Mm. Nyilván itt több helyre kell bejelenti meg minden, de itt igazából a követő táborok közt van a különbség, úgyhogy ez a Jesszi fejében nem tudom, hogy kell a CIA. Az, hogy ennyi emberhez elér, az a munka. Mert egy téveszmében él. Az a munka nagy része amúgy. Téveszmében él ez a szerencsétlen. Jó, mindegy. Egy van mögötte, akkor az UFO-k. Azt mondja, elolvastam. Amúgy az UFO-k vannak mögötte. Nem a CIA, az UFO-k. Remélem ezt fogja terjeszteni a Pesti srácok, hogy UFO észlelés. Pontosan miből fog jönni a program, hogy miből fog állni a program, de hát az... Azért ez nem egy fesztivál, hogy ilyen programok legyenek meg minden. Pont ezek az emberek szerveznek tüntetést, ahhoz neki nem kellett messzire mennie. De most, hogy pont oda szervezzék a Hősök terére. Pont a Hősök tere. Pedig annyi hely van, ahol elfér sok ember, bazzeg. Még a Hősök terébe is összeesküvést, milyen nagy terek vannak, ahol még elfér sok ember. Nem a Hősök Kossuth tér az egyik első, amiben... A Kossuth tér, de szerintem különleges engedélyek kellene. Ja, oda is lehet, csak azért ez inkább, ez egy olyan szimbolika a részünkről, hogy nem a politikához akarunk szólni, hanem a társadalomhoz, és akkor ez, hogy csak a civil emberekhez, az egyéni emberekhez akar szólni, akkor ehhez nem kell feltétlenül Kossuth téren menni, sőt, valószínűleg kontraproduktív, hogyha ott van a parlament melletted, és akkor ott grasszál a sok politikus nézi a izéjéből. Nem, mert bárba vannak. Van, amelyik ott van, amelyik nem. De ez nem erről szól, ezért van a Hősök. Az egy másik, amire... Ahhoz a kereszthez kellett volna szervezni. A kék túrán. Igen, igen. Vagy a Hortobágy közepére, és akkor ott elfértünk volna, csak lehet, hogy kevesebben jöttek volna ki. De ez csak az én tippem amúgy. De most, hogy pont oda szervezzék a Hősök terére,
a hirdetést, azt szerintem miért fontos, hogy te mondtad, hogy a András út hős. Két ilyen IQ bajnok itt beszélget, és ezt a tévében nézik emberek. Hogy próbál a Jesse alá kérdezni, ez már le lesz vágó pont a végén, de így próbálja ezzel alá kérdezni. Ez jól megtöltik a teret, az Andrást, és nagyon jó képeket lehet csinálni. Nekem eszembe, hogy... Nagyon jó képeket. Szerintem egy nagyobb teret nehezebb jól megtölteni. Kisebb téren van nagy tömeg, az jobban néz ki, mint egy nagy téren van kis tömeg. A riporter amúgy arra próbált utalni, hogy a Rendvai úti Fidesz székház ott van a környéken, és hogy biztos ezért, vagy legalábbis le lett vágva, nem láttam, csak én ezt éreztem, hogy próbálja rávezetni a hülye Jesse, de a hülye Jesse neki nem jut el az agyáig, még ha véletlenül tudná is, hogy ott van a Rendvai utca, még a Fidesz székház, de ezt most tudtam. Megmondom, nem lesz átvonulás a Fidesz székházhoz. Mindenki elmegy utána sörözni. Igen. Szépen menjetek a kocsmákba, majd ezt el is mondhatod a beszédedbe, hogy a szegény vendéglátó helyeknek úgyis szarba vannak, úgyse könnyű. Majd ezt elmondod a beszédedbe, hogy felugrasz, hogy... Felugrok. Ijatok sem. Igen, mindenkinek 10% kedvezmény, most nem tudom, ezekben a kocsmákban. Menjetek, a manyika borozójában. Menjetek, költsetek egy kis pénzbe, azért, mert szarba vannak a vendéglátó helyek, és akkor meg lehet beszélni, meg ismerkedni, fiúk, lányok, ismerkedhettek, ú, te is a tüntetésen voltál. Ennél jobb icebreaker nem kell, bazzek szerintem, nem? Ja, utána lehet, hogy mit tudom én, hogyha úgy leszünk, vagy nem tudom, fel nem találkozhatunk a Deákon, hogy megígyunk egy mentes vizet, vagy nem tudom, de... Fú, mondjuk ennyi embert hova akarsz elvinni? Hát de most mindenki elsétálgat magától. Megértem, foglalunk egy asztalt a ördögkatlamban. Az jó. Aki akar, oda jöhet utána, de siessetek, mert 6 hely lesz. Amúgy ott van a Városliget, ami kurva nagy. Szóval abban végül is, hogyha veszünk ott a kisboltba bort, azt tudjuk inni végül is ott a kutyafuttató parkba, tudod. De az a baj, csak, hogy hogyha elkezdjük körbeadni a bort, tuti nem ér vissza. Nagyon vigyázzatok, hogy hogy állunk körbe, azt elindítjuk az üveget. És így ott állunk majd pár százan, ezeren, és akkor ez a bor lehet, hogy kevés volt. De feltétlenül egy bort kell vinni. Hát most mennyit vigyél? Nem is lehet. Nem akarunk berúgni. Nem. Ja, de a lényeg az, hogy sehova nem lesz vonulás. Elég messze vagyunk a Sándor palotától, amúgy is ki akar fölgyalogolni a várba. Meg ez nem erről szól ez az egész, és a Fidesz székházhoz is léci, ne menjen át senki. Nem kell a balhé, ez most egy nyugodt kiállás az áldozatok mellett. Szerintem az kurva van, hogy sokan kijönnek, nyugodtan kiállnak, és aztán mindenki balhé nélkül hazamegy, abban nehéz ezt belekötni szerintem. Nem azt mondjuk, hogy nem lesz tanulság, meg hogy nem kell esetleg ezt a diskurzust folytatni, még csak azt mondjuk, hogy nem aznap este kell mindent megoldani, meg folytatni. Egyébként örüljünk annak, hogyha megfelelő mennyiségű hasonlóan gondolkodó ebbe az ügybe, hasonlóan gondolkodó ember összegyűlik, és kiáll azért, hogy egyáltalán folytatódjon ez a diskurzus. Most még elégedjünk meg ezzel, és ne feltétlenül azzal, hogy... Mi ez a jóképű fiatal? Ja, ki volt reggel az ATV-em, és már fönt is van sokkal. Úristen, hát te nagy média személyiség vagy. Egyik reggeli műsorban a másikba ugrasz. Azt a kisminkeltek? Ezzel vagyok sminkben. Amúgy lehet, hogy máskor is kéne, nem? Valószínűleg. Lehet, hogy nekünk is kéne sminkben. Nem, így is úgy csillogok, nézd meg, mint egy ilyen zsíros bödön. Igen, akkor nekünk is kéne sminket használni, ezeket eltanulhattad volna, nem? Ismerős ez a műsorvezető. Igen, már vezetett műsort kéne. Ja, akkor lehet, fontos dolgokról beszéltünk. Igen, jó volt. Megnézem. Bocs, hogy ennyit beszélünk erről, de számomra nagyon szórakoztató, hogy a kormány, meg hát szerintem neked is, hogy a kormány média most ennyit foglalkozik egy hozzánk köthető dologgal. Ez vicces, amúgy vicces. De a legszomorúbb hír az most jön, és megrendülve közli a csokkár. Lehet, Róli, egy gyászkeretet körénk rakhatsz, mert... Jó, van ez így. Novák Katalin már nem a barátom Bíriden. De csak téged törölt, vagy mindenki? Engem, mert láttam, hogy a Borka még barátja, úgyhogy... Ez nem szép. Nem szép. De miért? Hát amúgy lehet, hogy nem amiatt van, mert tudja, hogy ki vagyok, hanem amiatt, mert oda kommenteltem az egyik képe alá, hogy mikor nevezi át elnökiről. Miért vagy ilyen gonosz a Novák Katalinnal? Van elég baja most, de nem? Igen, utána rögtön nekem is eszembe jutott, hogy nem ezt kéne odaírni, de nem, mindegy, már ott hagytam és aláírtam, hogy viszont nagyon szívesen várjuk itt a társadalom oldalán. Bármikor elmondhatja, hogy valójában mi történt, és mi mindig örülni fogunk, hogyha végre átáll a mi oldalunkra, és nem védi tovább ezt a Védés-DAC szövetséget, ezt a maffiát. Ezt így leírtad ilyen hosszan? Igen. Hát, basz meg. De utána nem azt írtad, hogy mint ilyen Facebook, vagy
Insta kommentek, hogy ez mi a baby? Nem, ezt írtam. Ugye valamelyik nap buzdítottam mindenkit erre, hogy ezt írja le a Novák Katalinnak, hogy szívesen várjuk a társadalom oldalán, bármikor megtérhet. Ezzel számoljatok, hogy nem fogjátok többet látni, hogy a gyerekeivel siel. De én még mindig bátorítok mindenkit arra. Jusson el az üzenet, mert én tényleg nem bunkó akartam lenni a Novák Katalinnal. Szerintem az a poén belefér, hogy most már az elnökit én már bejelöltem a Novák Katalint, pending. De hát nem csak én nem kapok választ a kérdéseimre, Ádám. Az Origó sem? Nem az Origó sem. Mi történt itt? Jó, van ez így. Tétót Kriszta! Miért húzta be fülét, farkát? Tétót Kriszta! És az Origó ezt írja, ez biztos így történt. Nézzük. Na várjál, ugye az történt. Na mi történt? Mesélj. Egy kis hátteret kell mondanunk. Nem foglalkoztunk még az ügyel, mert más dolgunk volt, de most már foglalkozunk ezzel is. A Klubrádió honlapján megjelent egy nagyon elegáns cikk. Klubrádió honlapját valaki olvassa? Nem tudom. Jó. Én nem olvastam, viszont Arató András még ír is oda, és azt írta, hogy kurvák cseréje. Ezt írta arra, hogy Novák Katalint és Varga Juditot leváltották. Kicsit mérges mondtam. Miért gondolod, hogy ez jó cím lesz amúgy? Azért, mert valószínűleg mert egy tuskó. Hát azért ez tényleg egy válhatatlan nyomorult címadás, és aztán le is cserélték bútorok cseréjére, ami ugyancsak nem a legelegánsabb. És aztán utána eltüntették teljesen a honlapról, és hát amellett, hogy ugye bement a, hogy hívják, akit elütött Hatházi? Mérisze Hatházi! Segítség! Elütött Hatházi! Bede, igen. Bement a Klubrádióhoz, és ott balhézott. Pedig ők hasonlóan szoktak beszélni amúgy. Igen, de mindegy, amúgy ez tényleg ez egy eléggé undorító dolog. Nem gondolom, hogy Bede menne ezért be. Mert egy el tudom képzelni, mert tényleg nem szép, de hogy a Bede... Nem a legnagyobb bunkónak kell bunkóság ellen felszólalni. Hát de, nyugodtan, csak akkor ezt a saját életen is remélem, hogy most számon lehet kérni, csak a Bede az ilyen, szóval ahova a Bedét küldik, az komolytalan. Ez megy magától. Ez egy önjáró dolog szerintem. A Bede, a jobb oldal... Nem. Ilyen az a baj, hogy majdnem mondtam valamit, de nem akartam senkit megsérteni, mert akkor a nyomorult nincsen a ellenzéki oldalon, mint a Bede a jobb oldalon. És hát azt írja az Origó, hogy az Origó hétfő óta folyamatosan próbálja elérni a baloldali női politikusait, civil jogvédő szervezeteket, nevet színészeket, de ez idáig sehonnan nem kaptunk válaszokat arról, hogy hogyan értékelik a Klubrádió vezetőjének gyalázatos írásait. Akkor mi most mondjuk szerintünk felháborító. Minket nem kérdeztek. Pedig akkor mi is szívesen nem válaszoltunk. Mikor leszünk már Origó címlapon. Évtizedek óta nem volt ilyen mértékű gyalázkodás. Figyelj, az, hogy azt érzi az Origó, hogy ez a legnagyobb balhé a héten, az is egy... Olyan ez őszinte beszédnek hangzik, Ádám, ez, hogy ez a legnagyobb balhé, amiről a legtöbbet lehet beszélni. Hát most ez, úgy tudom, ez a legnagyobb balhé a héten. Hát jó. Megkerestük a Feminista VMN alapítója, amúgy most prostituáltnak nevezte Arató András. Nem írhatjuk el, hogy kurvának, de persze azt lehet írni, ki milyen ócska kis próli, meg nem. Na mindegy. Megkerestük a Feminista VMN alapítóját, a Feminista körökben népszerű VMN blog alapítója. Ez nem blog szerintem, de mindent szeretnek blognak nevezni magukon kívül. Amúgy. Igen, ők hírportál az Origó, nem pedig csöcsmustra és propaganda. Détót Krisztának írták, hogy ön szint elfogadható, hogy Arató András nem vállalja a felelősséget, de kellene mondani Aratónak, és hát nem kaptak választ. Pedig azt hittem, a Détót Krisztán már kap egy e-mailt az Origótól, és szalad. De amúgy ez is amúgy annyira nevetséges szerintem, hogy az Origó, hú, egy nőt sértettek meg, ha mit mond a feminista, és akkor na kire tudtok gondolni, aki feminista, és akkor hát a VMN alapítója, és így, ah, Istenem, tényleg itt tartunk. A kérdés sor, amit állítólag nekem küldtek eddig a pillanatig, sem a magán, sem a céges címemre, sem a VMN központi címére nem érkezett meg. A cikk két órája van kint, huncuk dolog ez az internet. Ami az aktuális ügyet illeti, lekurvázás soha senkitől nincs rendben, de hogy nem zavar a gyalázkodás, ezért nem olvasok például Origót sem. Ennekes. Ebből hogy lehet ezt cikket gyártani? Abból, hogy volt egy ügy, megkérdeztünk valakit erről, akinek semmi közelhez, és nem válaszolt nagyon gyorsan, és erről lesz a cikk, hogy na, még ő se válaszol nekünk. És ez címlapon volt. Elképesztő, hogy mikből nem tudnak cikket gyártani. Úgyhogy igazából lehet, hogy el se küldték azt az e-mailt. Szóval ez már csak habatortán, igazából el is küldhették, vagy tök mindegy. Én valószínűleg nem biztos, hogy ebben úgy érezném, hogy nekem válaszolni kell az Origónak valamire, amihez semmi közöm nincsen. Csak így, te válaszol, te ilyen feminista vagy, mondjál már választ. Mondd el, hogy rossz. Ez legyen tanulság mindenki számára, hogy amikor a hírportál, amit általában olvas, lehoz egy hírt, akkor utána valakivel kapcsolatban mondjuk, akkor érdemes lehet elolvasni ennek a másik oldalát. És ez nekünk is egy remek
meg tanulság. Mert lehet, hogy csak valaki valami borzalmas idiótaságot ír le egy cikkben. De ez abból is látszott, már a cikkből is. Itt most pont már a cikkből látszott ez. Hogy jó, de ez még egy, még jobb, nem? Hogy még a kurva kérdéseket sem tudták elküldeni. Így megírták, hogy na most a DTK-t, ezt majd viszont, jó, csőbe húzzuk. Alig várom a cikket, hogy megírjam, hogy nem válaszolt. Wow. Igen, ezért. Akkor Pityu, küld már neki, jó? Pityu, akkor ezt te elküldöd, én addig írom a cikket. Úgyse fog válaszolni, ezt úgy írom, jó? Akkor két óra múlva egy néző, hogy készüljük, Pista, őszét elküldted a... Ó, kiment ebédelni. Á, mindegy. Kirakta. Jó, még akkor zárjuk ez, hogy emberek, akik nem válaszolnak e-mailekre. Sajnos. Nem csak a Détót Krisztián, hanem Rogán Antaléknak is. Az Origo miért nem kéri számon Rogán Tonyót? Ugyanis. Van egy sajtókapcsolatos e-mail címük. A minisztériumnak, amit mi tartunk fenn. Ez a miniszterelnöki kabinet iroda, és amit mi tartunk fel az adóforintjainkból, ahol kutya kötelessége a közszolgájának. Csak Rogán Antal vezetésével bármelyik minisztériumi munkatársnak kutya kötelessége ugye... Na, hát automatikus válasz jött a 444-nek. Ez az e-mail cím üzeneteket nem fogad. Sajnos az üzenetekre kijelölt e-mail cím, az sajnos egy dolgot nem tud megcsinálni. Üzeneteket nem fogad. Cserébe valószínűleg nagyon jól lehet vele regisztrálni valami kajarendelés oldalra. Pornhubra. Lehet, hogy összefüggésben az, hogy Rogánnak a neve most azért felmerült pár helyen, úgyhogy azt mondta, hogy most akkor mit válaszoljunk majd a megkeresésekre, és azt mondták, hogy inkább kapcsoljátok ki az e-mailt, most hagyjuk a faszomba, az eleget. Azt kiírta a Rogán Instát, hát nem, hogy most hagyjatok. Automatikus válaszba írjátok be, hogy ez nem fogadunk ki e-mailt. Most mindenki hagyjon engem békén. Most hagyjatok. Most nekem rossz. Nagyon sajnálom, csak ezt megláttam, hogy a Híd Gyűlit jelöli az LMP. Mit akar még az LMP? A Híd Gyűlinek ugye a feje, az a Mészáros Lőrincnek a szomszédja. És oké, hogy ővi az ATV is. Sokszor az ATV kormánya ellentétes hangokat üt meg, meg nem tudom, meg próbál valami tényleges vitát generálni, de azért nehogy már bazd meg a Híd Gyűli, ami minden egyes kormányt kiszolgált, egy Híd Gyűlis... államfő. Mi van az LMP-vel? Az LMP-vel? Mi van szerinted? Beverték a fejüket már? Egy konstans bevert fejjel mászkálnak az LMP-sek. És akkor ott így leverek. Milyen LMP-sek? Ez ráesik egy enterre. Nem egy van. Nem tudom, én múltkor néztem, hogy a Párbeszédnek a Wikipédia szint 650 tagja van. Gondolom az LMP-nek is valami hasonló lehet, kivéve azok, akik ugye beragadtak 1000 évvel ezelőtt, mint ahogy benne vagytok még mindig a Melódiákban, meg a Pannon Worldsben. Fú, ez a terület. Nem kaptad vissza a 3000 forintodat. Most megyek egy izé, megyek. Melyek mindegyikből kiveszem azt a 3000 forintot. Az a gond, hogy az már nem az a 3000 forint, amit beraktál. Hát igen, sajnos. Azért még 3-4 órákat dolgoztunk meg. Fú, ez nem. Sőt, 4-50-es óra. Mondom, hogy nekem van olyan, amit még meg se kaptam fizetést, amikor az Obiba két napot ott úgy csináltunk, mint a dolgoznánk. Ja, mondjuk akkor lehet, hogy megkaptad a Barnával jogos ott, fizetést. A Barnával, nem, a havatlapát haltunk, meg ilyenek volt, és akkor beszélgettünk, a Trónok harcát olvastuk akkor a könyvben, és akkor arról dumálgattunk, erre emlékszem, meg így raktunk A-ból B-be így dolgokat valamelyik obiban. És ezt azt a fizetést azósatok kaptam meg, és ezt megjegyeztem. Szűz anyám, higgyül is lelkész az izének, köztársasági elnöknek, a Rogán nem válaszol, a Novák Katalin lepír. Elegem van a sok belpolitikából. Ja, várjál, a Balogh Zoltánsz is... Balogh Zoltánról annyit mondjunk, amit érdemes. Egy mondatba foglalva. Azt mondta, hogy ő ajánlotta ezt az embert. Nem ő ajánlotta, bocsánat. Igen. Hanem azt mondta a Novák Katalinnak, hogy szerinte írja alá, majd ezek után azt mondta, hogy Novák Katalin aláírta, ezzel hibázott, és vállalta a felelőssége. És akkor neki már nem kellene mondani. Ja, ő nem vállal, nekem nem volt ebbe felelőssége. Jó, hát akkor ezt lezárhatjuk, ezt az ja, a sztorit. De amúgy azt állítják sokan, hogy ugye arról van szó, hogy ő van tényleg mögött az egész mögött, csak ilyen szépen lavírozik. Azt mondta, hogy bocsánatot kért azoktól, akiktől bocsánatot kell kérni. Úgyhogy nem tudom, hogyha a bicskei áldozatok közül valakitől bocsánatot kért, az jelezze. Hát a Nováktól csak... kért bocsánatot szerintem. Még ez se biztos. Most azt tudjuk, hogy a református zsinattól kért bocsánatot. De
miért kell bocsánatot kérni, ha nem csinált semmit? Amúgy se értem, hogy a Balogh Zoltán, aki miatt a református egyháznak szabályt kellett módosítani, hogy ő lehessen a vezetője a református egyháznak, miért van erre szükség? Nincs még egy református ember, aki alkalmas? Csak a Balogh Zoltán, aki miniszternek is jó, akkor püspöknek is jó. Úgy tűnik, hogy akkor tanácsadónak is kurva jó. Nagyon jó tanácsokat ad. Miért van az, hogy ebbe az országba mindent egy-egy embernek kell csinálni? Orbán Viktor családjában vannak a legjobb üzletemberek, meg a haveri körébe, a kormány szóvivő férje hirtelen ő lesz a hadügyminiszter, hát ő a legalkalmasabb erre. Hát én nem értem. Minden rokonnak diplomata igazolvány, a miniszterelnök lánya meg a veje megy tárgyalni Arábiába. Hát ez van, sajnos. Egy helyen koncentrálódnak. Magyarország ez ilyen. Gravitációs pontok vannak az országban, oda gravitál a tudás, meg a ja, a ügyvédek is megosztoznak az ügyvédeken is. Hát az ügyvédek is, hát a pedofilt is ugyanaz védi, aki az Orbán család cégeit. Hát most hát ez egy szűk kör, amiben nem kerültél bele, úgyhogy kussoljál. És ez a bajod igazából. Ja, irigy vagyok. Irigy vagy. És azt mondja az Orbán, hogy irigyeim sokan vagytok, mint a kutyák, úgy ugattok, erről eszembe, Pixa, hol a himnuszunk? Le lehetett volna játszani. Pénteken is együtt táncoltunk volna, ne? De jó lenne. Nagy dropra. Na mindegy. Énekeljük el együtt a végén a himnusz. Feljön a Pixa. Samali! Feljön a Pixa. Nagyon jó lenne. Jó, hát mindegy, Pixa, ezt eljátszottad most. Most már nem lett kész időbe, pedig jó lett volna. Jó, csak elég volt az indokolatlan öröngéseidből. Itt minden rendben van, már megtudtuk. De hogyha mégis azt érzitek, hogy nincs minden rendben, akkor pénteken ott találkozunk. Amúgy meg addig is azért találkozunk. Például holnap, ha jól van ez ígyben, mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.